Lázár Márta 33 éve dolgozik abban az óvodában, ahol középiskolai és főiskolai gyakorlati éveit is töltötte. Pályaválasztása tudatos volt, gyermekkora óta óvonéni szeretett volna lenni. A gyermekek szeretete mellett most országos szakmai elismerésben is részesül. Egy budapesti és egy kunszentmártoni kollega nője mellett óvoda pedagógus kategóriában pedagógus Oscar-díjat vehet át, melyre főnöke nevezte. Számomra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, egy szakmai elismerés, hiszen pont a visszajelzéseket azt napi szinten a gyerekektől megkapom, de azt, hogy a kolléganőim és a vezetőm jelöl egy ilyen díjra, az azért a munkának az egyik elismerése, csúcsa. Lázár Márta 19 óvodapedagógus jelöltből lett végül a befutó. Magyarországon 4 éve osztják a pedagógus Oscar-díjat a legmenőbb tanároknak, tanítom és óvonéniknek. E 3 kategória győztese a közönség szavazata alapján kerül ki, így a gyerekek és a szülők is kifejezhetik elégedettségüket, szimpátiájukat. Van egy szakmai külön díj is, melyet szakmai zsűri ítél oda. Idén a Modern Pedagógus Konferencia keretén belül kerül sor a pedagógus Oscar díj átadására, március 19-én Budapesten. Itt veheti át az elismerést Lázár Márta, paksi óvonő is.